Nem a sárga utat követtük, és ezért eltévedtünk. Jó, de nem tudtátok, hogy 11-re kell jönni? Nem kaptátok meg a meghívót? Nem! Nem kaptunk meghívót! Jó, ne kiabálj vele! Bizonyára erről is ósz tehet! Ez most azért lesz másféle fesztivál, mert tényleg kizárólag a művészetek jegyében fog ez zajlani, azért hetet hét művészet. Ez a tér, ami itt van mögöttünk, szinte hihetetlen, mert hogy ugye 70 fok van, bár megosztanak a vélemények, hogy ez a legmelegebb tér a városban, vagy a Dunakapu. Állítólag a Dunakapu még ennél is meleget, de ez a tér dallamtérré fog átalakulni. Itt koncertek, zenés játékok, vagy ez a zongoratakszi, amit most is itt láthattok a hátatok mögött, hogy gyerekeket kettesével, hármasával körbe tudja vinni a helyszínék között, miközben muzsikálnak mindenféle szépségeket. És tomketet építünk ide a Győr Projekt Kft. Segítségével ide a tér fölé, a nézők fölé is. Itt lesznek a munkások, meg akik hangszereket fognak a gyerekekkel készíteni, de lesznek hangszeres simogatók, meg hangszeres játékok. Ez egy nagy újítás lesz most, hogy teljes zenei helyszín, tehát nem csak az esti koncertek, a nyitó pénteken ugye a Dunakapu téren, vagy a medence színpadon, ahol egyebek közt például a Makámon kívül mondjuk a Szarka Gyula is fellép majd a gyerek műsorával, a Bennünk van a Kutyavér című gyerek műsorával, tehát azok a koncertek is vannak esténként, családoknak és gyerekeknek, de itt egy zenei tér lesz. Ez a Király utca lesz a Fess utca. A Fess utca, hogy a nevében is van, egyrészt nagyon fes lesz, mert fel fogjuk díszíteni, másrészt pedig a Fess utcában képzőművészek, régészek, montáskészítők, filmkészítők, nagyon-nagyon sok művész érkezik a városba, képzőművész, zeneművész, hogy a gyerekekkel együtt játszon és együtt alkosson. A Meseváros a Radó-szigetnek a bal oldalán, ahol előadások meg játékok lesznek, a Györkőc falu, ahol a Lippentő és a néptáncosok meg a népzenészek, ahol meg népi vásár, meg népi kézműveskedés, de ezeket már ismerjük, ezeket imádják a gyerekek, nekünk is nagyon fontosak, és ott is majd lesznek újdonság, de amire még fel szeretném hívni a figyelmet, az amitől Zöldben, Győrben, ez a Zöld Park nevű helyszínünk, a Várágyuktól indul, és a Vársétányon keresztül egészen a kanyar utánig tart, amit annyira csodálatos helyszínk, mert a Győrszól és a Kukaberci zárja majd azt a környezetvédő helyszínt, és ezen a környezetvédő helyszínre van nekünk egy nagyon aktív, egyébként bábszínésznek vagy színésznőnek is csodálatos kollégánk, társulati tagunk a Markó Valentyik Anna, aki ezt a helyszínt megszervezte, és csak mondanám, hogy például ez az újrahasznosított horgolt köröket szólítottuk meg a felnőtteket, hogy küldjenek nekünk, mert abból csinálunk a gyerekekkel egy nagy virágos kertet a Vársétányon. Hát több ezer ilyen kör érkezett, de úgy gondolom az alpolgármesternek is, hogy Debrecentől Szolnokig. Tehát, hogy nem csak a Győr és Győr környéki anyukák, nagymamák küldtek nekünk ilyen horgolt színes köröket, egyszerűen csodálatos, mert közben az Árnics Katiékkal a Valentyik Annáik már a Bábszínházban varrogatták össze, tehát előkészítik arra, hogy ez majd ott a Vársétányon legyen egy hatalmas virágos rét, és mindenki ezt önzetlenül magától, vannak olyan fiatal lányok vagy segítők, akik például ezért tanultak meg horgolni, mert az egyik győri kézműves cég például felajánlott, hogy megtanítja köröket horgolni azokat, akik szeretnének, de nem tudnak. Szóval, vagy így ez például barátságok alapja, hogy az utazik a vonaton valaki, és horgol egy színes kört, és oda ümeli ott, és a Györköcöt csinálni, igen, akkor gyere csinálják egy, tehát kiderül, hogy ettől lesznek barátok. A közös karunkat tett.